Diák Olimpia bajnok kosárlabdában a PTE. Az egyetem gyakorló gimnáziumainak tanulóiból összeválogatott lánycsapat nyerte meg az idei országos Diák Olimpiát Nyíregyházán. Az összetétel több szempontból is vegyes volt, babicsosok és deákosok, Rád Géber akadémiások és PVSK-sok, különböző korosztályok legjobb játékosai kerültek a csapatba. Két iskolában összesen a két egyesület játékosai közül 30 gyermekből lett összeválogatva ez a 12, és mivel mindegyik másik korosztályban edz, ezért csak a saját csapatuk edzésein készültek ezekre a mérkőzésekre, és ott a meccsen szoktak össze, és a tornán. Szerintem mindig úgy kell kezdeni, hogy egy nagyon jó lendületes bemelegítést kell tartani, ahol szurkolunk egymásnak és bíztatjuk egymást, mert akkor ezzel megadjuk a ritmusát a játéknak és az alapját. Úgyhogy egy jó bemelegítés után most már igazából semmi gond nem volt a meccsen se, és bemelegítésnél látszott mindig, hogy jól fogunk-e játszani, vagy sem. A végső találkozón 63-51-es végeredménnyel kiélezett nagy csatában sikerült megszerezni az aranyérmet. Nagyon jó volt ez ugye, hogy így az iskolát is tudtuk képviselni a kosárlabda csapattal, és ugye nagyon sok segítséget kaptunk az iskolától, úgyhogy ezt köszönjük is nekik, és hát persze nagyon jó élmény volt, hogy meg is tudtuk nyerni ezt az országos diákolimpia döntőt, úgyhogy ez mindenképpen egy emlékezetes élmény lesz számunkra. Kettő, három! Babicsák!